hagyományokhoz hűen az Emlényi Katica vezette Vox Mirabilis Kamarakórus a Szent István Művelődési Házban farsangi operaparádéjával idén is varázslatos estével ajándékozta meg a klasszikus zene rajongóit. A Mozart művekkel fűszerezett esten fellépett Zemlényi Eszter, a kortárs énekművészet fénylő székesfehérvári Csillaga és Neubauer Lóránt operaénekes is Kéri Tamás zongora művész kíséretében. Január 1-től már készültünk erre a koncertre, hiszen ezen a farsangi opera parádén a vendégeink mellett Zemlényi Eszter és Neubauer Lóránt mellett Kéri Tamás is zongorázik, a kórus pedig ugye mindent kívülről énekel, és mozgással csináljuk meg ezt a kicsit vicces, ugyanakkor nagyon komoly operaparádét, Mozart. Úgyhogy ennek nagyon örülünk, hogy egy ilyen műfajban is itt lehetünk. Neubauer Lóránt a Kaliforniai Egyetemen San Diegóban végzett közgazdászként, majd a Yale Egyetemen szerzett operaszakos mesterdiplomát. Énekesi pályafutása során a zeneirodalom több korszakából merít. Repertoárja részét képezi a barokk zene, Mozart operái, a legjelentősebb oratórikus művek. Ezen a koncerten a közönség megtapasztalhatta, miért is tartják a jelen és a jövő egyik kiemelkedő énekművészének. Nagyon örömmel vállaltam, Zemlényi Katicával és Vox Mirabilissal is többször is énekeltem már, nagyon szeretem a jókedvet, a profizmust, amit mindig hoznak, és külön öröm, hogy Mozartról szól az egész, aki egyik kedvenc zeneszerzőm. Zemlényi Eszter idén is a teljesség misztériumával hódított és ismét bizonyította, hogy a Krisztus király plébániáról indulva olyan egyedülálló tehetség és kérlet tudás birtokában építheti fel itthoni és nemzetközi karrierjét, amire büszke lehet mindenki, aki végigkísérte és segítette kiteljesedését. A vágyfülű operakedvelők megerősíthetek, ezen az estén a dal legtisztább, legtörékenyebb szférájában nyertek bebocsátást általa. A legjobb barátaimmal készültem erre, sajnos egy betegség miatt egy kis változás történt benne, de Neubauer Lórival énekelhetek együtt, aki nagyon büszke vagyok rá, hogy tényleg barátomnak tartom, és hát gyönyörű duetteket fogunk együtt énekelni az estén. A közönség ezúttal is megtapasztalhatta, hogy Mozart jókedve, tartós jókedv. Mozart jókedve derűs, zenéjének nyelve olyan, mint egy csendes gondolat, egyszerűsége maga a tisztaság, kristályos tisztaság, és ahogy ő fogalmazott, egy operában a költészetnek feltétlenül engedelmes lánya lesz a zene.